Az aradi véltanúk előtti tisztelgés jegyében megszervezett megemlékezés keretében az adai Szentháromság templomban Kurin István káplán szolgáltatott szentmisét. Ezután a Damjanics emlékműnél a vadvirág hagyományápoló körkórusa és a budakalászi kamkapelle fúvószenekar közösen adta elő a himnuszt. A vadvirág hagyományápoló kör fiataljainak irodalmi összeállítása után a szervezők nevében Gruber Ferenc, a Mille Centenáriumi Emlékbizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Rogán László budakalász polgármestere pedig beszédében a szabadság fontosságát hangsúlyozta. Hogy kívánni valót maga után a nemzetszabadságra, de azt gondolom, hogy amíg itt Adán és tudunk magyarul ünnepelni, addig a bizakodásra mindenféle okunk meg lehet, azt gondolom, és a szabadságot mindenféleképpen nekünk szem előtt kell tartanunk. Dudás Károly a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke köszöntőjében a szobor és emlékmű állítás jelentőségére hívta fel a figyelmet. Én azt hiszem az a legfontosabb, hogy megbecsüljük a múltunkat, megbecsüljük azokat a hőseinket, akik példát mutattak nekünk, és ezt jelezzük szobrok, emlékművek formájában is, és én úgy érzem, hogy ezek, ha ott vannak a látókörünkben, akkor mindenkor erősítenek bennünket. Tóth Barna Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezetének elnöke az aradi vértanúk családjáról, illetve a család és a közösség összetartásának fontosságáról beszélt. Minden egy ilyen megemlékezés, mint a mai nap is, kellene, hogy erőt adjon nekünk, hogy próbáljunk meg azon elgondolkodni, és tenni is érte valamit, hogy a fiataljaink itt maradjanak, feltételeket teremtsünk erre, és jobb és szebb jövőt biztosítsunk nekik. A rendezvény zárásaként az egybegyűltek előbb elhelyezték az emlékezés virágait, majd közösen elénekelték a szózatot is.